Évekkel ezelőtt elkezdett megfogalmazódni és körvonalazódni az ötlet, hogy egy hagyományos bált szervezzen a fiataloknak a Mustárház és Nyíregyháza önkormányzata. Idén megvalósult az elképzelés. Nyíregyháza középiskolásait hívták meg az eseményre, 100 főre limitálva a férőhelyeket. A létszám pedig néhány nap alatt betelt. Jó pár éve elkezdtünk egy ilyen ifjúsági munkát. Létrehoztuk az ifjúsági kerekasztalt, ugye a Mustárház, amelyet az önkormányzat támogat minden évben 5 millió forinttal, ők szervezik a diákpolgármesteri irodát, a diákpolgármesteri választást. Jó pár éve van már Veribabató, amely azt gondolom, hogy szépen kiforrotta magát, és remélem, hogy egy ilyen bál, amely az ifjú hölgyeket és urakat is remélem, hogy nagyon érdekel, ad egyfajta olyan pluszt nekik, ami új barátokat hoz, új közösségi teret, új élményt nyújt. A bálban természetesen jár vacsora, sütemény és üdítő is a fiataloknak. Alkoholt azonban nem lehet majd fogyasztani. Mi úgy gondoltuk a Mustárházzal és a diákpolgármesterodával karöltve, hogy ez a programnak alkalommentesnek kell lennie azért, hogy meg tudjuk mutatni a fiataloknak, hogy kultúráltan is tudjuk jól érezni mi magunkat. Manapság így a fiatalok el vannak egy picit szálva maguktól, és én azt veszem észre, hogy ha én elmegyek bárhova szórakozni, mindenhol részek fiatalokat látok, és vannak olyanok is, sőt, sok olyan ember van, aki nem töltötte be még a 18. életévét, és annak ellenére is alkoholt fogyasztanak szülő tudta nélkül. És mi megbeszéltük ezt, hogy ezt most megcsináljuk, ezt a rendezvényt alkoholmentes tilalommal, hogy ne legyen alkohol a programon. Szerintem anélkül is nagyon jó lesz, reméljük jó visszajelzéseket fogunk majd kapni. A bál témája a velencei karnevál, ennek tükrében készült el az esemény meghívója is. A programok megnyitóval kezdődnek, majd a diák alpolgármester nyitótánca, egy bécsi keringő következik. Az est folyamán fellép a Szívtipról együttes, egy koreai popzenekar, és bűvész is szórakoztatja majd a fiatalokat. A rendezvényt tombola sorsolás zárja. Érkeztek felajánlások az önkormányzat részéről is. Nagyon szép csomagot fognak kapni azok, akik megnyerik ezeket az ajándékcsomagokat. Pont tegnap vettük át, tehát 3 ilyen hatalmas ajándékcsomagunk van például, de természetesen fürdőbelépő, állatkertbelépő, aztán, hogy egy kicsit reklámozzam, a kedves palacsinta például, ők is ajánlottak fel ajándékutalványt, de sok olyan ajándékutalványunk van, ami papírboltba szól, tehát tényleg olyan dolgokat vehetnek meg a fiatalok belőle például, amit nagyon szeretnének. A Városi Ifjúsági Bált január 26-án szombaton rendezik meg 19 órától a Hotel Koronában.